Hatásosak az Oroszország ellen bevezetett szankciók, idővel véget vetnek a háborúnak. Erről beszélt Márki-Zay Péter Tihanyban a Transit Fesztiválon. A baloldal korábbi kormányfőjelöltje az energiárak emelkedését nem a háború számlájára írja. A hazai árstopokat ostobaságnak tartja, a rezsicsökkentést átalakítaná. Rétvári Bence államtitkár szerint a nagyhatalmak tudnák leállítani a háborút. Én nem látok jobb lehetőséget, mint hogy azok a szankciók, amik egyébként igenis működnek. A szankciók működnek, és azokat fenn kell tartani Oroszországgal szemben. Ezt Márki-Zay Péter mondta Tihanyban, a Transit rendezvény sorozaton. A baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje Rétvári Bence államtitkárral vitázott. Márki-Zay Péter többször támadta a rezsicsökkentést, a gyermekvédelmi népszavazást és a törvényt is. Ez egy aberrált népszavazás volt. Én azt mondtam, hogy mi... Amikor az orosz-ukrán háború került szóba, a baloldal bukott jelöltje egyértelművé tette, hogy támogatja az Oroszországgal szemben bevezetett Európai Uniós szankciókat. A szankciók a legbékésebb megoldás arra, hogy a békére rászorítsuk a háborús uszítót és agresszort, Orbán Viktor szerint is agresszort. Tehát én nem látok jobb lehetőséget, mint hogy azok a szankciók, amik egyébként igenis működnek. Tehát mindenki, még egyszer, Orbán Viktor kivételével mindenki miből azt mondta, hogy működik, a miből látszódik? Márki-Zay Péter erre azt kezdte sorolni, hogy Oroszországban egyre rosszabbak a gazdasági adatok, az orosz cégek pedig szerinte igenis megérzik az embargó hatását. Oroszországban ma csak orosz autókat lehet kapni, rádió nélkül. Nem csak GPS, rádiót se tud. Az orosz high-tech ipar, a nyugati szankciónak következtében egy GPS-t vagy rádiót nem tud betenni azokban a ladaautókban. Nincs kínai rádió. Nem tud betenni, de kínaiak se szállítanak. Nem, bocsánat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány álláspontja a szankciók bevezetése előtt is világos volt, ez pedig azóta sem változott. Szerinte Brüsszel szankciós politikája elhibázott, mert az jobban fáj Európának, mint Oroszországnak. Előtte is elmondtuk, hogy nem azért szavazzuk meg az első csomókat, mert azt gondoljuk, ez eredményre vezet, és most már látható, hogy nem vezet eredményre, és most már Ausztriában, Németországban, második egyre többen mondják, hogy hiába a szankciók, most már fél éve körülbelül életbe lépnek a szankciók, de nem tudja Oroszországot megállítani. Európát viszont térdre kényszeríti. Mi ezt előre megmondtuk. Egyértelműen kiállt a szankciók mellett. Dömötör Csaba is reagált Márki-Zay Péter mondataira. Szerinte a számok egyértelműen azt mutatják, hogy Oroszországot nem rengették meg az uniós szankciók. Hogyha valaki megnézi, hogy Oroszország bevételei hogyan alakultak az elmúlt időszakban, májusig akkora bevételük volt, mint tavaly egész évben. És közben az energiaárak azok rendkívüli mértékben megugrottak, és ennek az elsődleges elszenvedője elsősorban az európai gazdaság. A legtöbb uniós országot jelentős infláció sújtja. Az Európa gazdasági motorjának számító Németországban például 40 éves rekordon van a pénzromlás, az energiahordozók árai pedig az egekben vannak Európa szerte. Mindeközben Oroszországban az elmúlt 30 évben soha nem volt alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint most. Az infláció a nullához közelít, az orosz fizetőeszköz, a rubel pedig erősebb, mint az elmúlt 5 évben bármikor.